Agrárfórumot tartottak Dányban 2015. április 14-én a polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat és helyi gazdák kezdeményezésére megrendezett fórum előadója Cerván György, agrárgazdaságért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője volt. A helyi környékbeli gazdák hívtak meg, és hát aktuális dolgokról szeretnénk tájékoztatást adni. El is hoztam néhány kiváló kollégámat a minisztériumból, hogy tényleg teljes körűen pontos információkat tudjunk adni az itteni és környékbeli gazdáknak, gazdálkodóknak. Ami most aktuális, az az, hogy egy új támogatási rendszer indult meg 2015-ben. Jogszabályok napokban jelentek, illetve jelennek meg, amelyek ugye szabályozzák ezeket a támogatási lehetőségeket. Itt elsősorban az uniós támogatásokra gondolok, de a nemzeti költségvetésből finanszírozott támogatások is nagyon fontosak. És hát most van az egységes kérelem benyújtásának is az ideje, amely április 1-én indult meg, és május 15-ig lehet ezeket a támogatásokat igényelni. Azon kívül ugye a föld az mindig aktuális kérdés, a mezőgazdasági vidékfejlesztési hivatallal mindig van valakinek valamilyen problémája. Hát gondolom, hogy ezek itt előjönnek, és remélem, hogy tiszta vizet tudunk önteni majd a pohárba jó néhány kérdésben. Államtitkár úr, ugye területünk országgyűlési képviselője, és nagyon sokat törődik a területével, ugye Galgahévízig az ő körzete, és hát az államtitkár úr úgy gondolom, hogy a területén rendszeres vendég, nem csak az ünnepségekre, falunapokra, ilyesmire gondolok, nemzeti ünnepekre jön el hozzánk, hanem bármibe kezdeményezünk, akkor próbál segíteni a településein, és hát ezt a gazdafórumot mi kezdeményeztük még a télen, december környékén jártunk a minisztériumba. Problémák voltak a gazdáknak az új támogatási rendszerrel, a földbérlés rendszerével többenben jártunk a minisztériumba, és államtitkár úr megígérte, hogy kollégáival együtt egy ilyen gazdafórumra eljön hozzánk. Meghívtuk a környező települések polgármestereit, gazdáit, hogy első kézből államtitkár úrtól tájékozódjanak a jövő támogatásairól és a jövő fejlesztéseiről. Támogatási rendszerről ez gyakran keverednek a dolgok, szeretném letisztázni. Ugye van az úgynevezett egyes pillér, ezen belül a közvetlen támogatások a legismertebbek, ide tartozik az területalapú támogatás is, amit eddig ugye SZAPSZ-nak neveztünk. Ez 100%-osan uniós forrás, tehát 100%-a ennek a pénznek az unióból jön. Ennek a közvetlen támogatási rendszernek a szabályozása a mi minisztériumunkhoz tartozik, egész pontosan az általam vezetett államtitkársághoz. Kevesebbet beszélünk az egyes pillér kapcsán a piaci intézkedésekről, de például a tejkvóta kivezetése, akit érint, az ilyen piaci intézkedések közé tartozik. A kettes pilléres támogatás, azok a vidékfejlesztési támogatások, vagy másképpen a társfinanszírozott támogatások. Ezen támogatások nagyobb hányada, körülbelül 85%-a uniós forrás, kisebbik része, ugye a társfinanszírozás miatt hazai költségvetésből finanszírozott forrás, ez tehát olyan 15% körüli. Ez a jogcím, ez az EMVA téma, terület a miniszterelnökséghez tartozik tavaly július 1-e óta, ugye ezt a Kismiklós vezette Kecskeméti székhelyű államtitkárság irányítja. És nem utolsó sorban a támogatások harmadik csoportja az úgynevezett nemzeti támogatások, amelyek 100%-osan a hazai költségvetésből kerülnek finanszírozásra. Ezen jogcímek kiírása is mi hozzánk tartozik, de az NGM-et is odaírtam, hiszen a mindenkori költségvetési mozgástér határozza meg azt, hogy a nemzeti támogatásokra mennyi, mekkora pénz áll rendelkezésre. Nagyon röviden a számokról. Az unió költségvetése, az utolsó oszlopban lehet látni az indexet, az előző 7 évhez képest 3%-kal csökken. Ezen belül a közös agrárpolitika, tehát ahonnan az agrár és a vidékfejlesztési támogatásokat fizetjük, még nagyobb mértékben 11%-kal csökken. Ennek ellenére a Magyarországra jutó közös agrárpolitika, tehát agrár és vidékfejlesztési támogatás 10,5-ről 12,3 milliárd euróra emelkedik a most kezdődött 7 évben,
Ez 1,9 milliárdos többlet, árfolyamtól függően ez közel 600 milliárd forint, ami több pénz áll rendelkezésre, unióságon, agrár- és vidékfejlesztésre, közvetlen és társfinanszírozott támogatásokra. Hát Magyarország részesedése a PAP-ból 2,4-ről 3,2%-ra emelkedik, annak ellenére, hogy most már egyel több tagállam van Horvátország csatlakozása óta, és ez elsősorban ez a többlet a közvetlen támogatásoknál, tehát az egyes pilléres támogatásoknál jelenik meg, ez úgy gondolom mindenképp jó hír. Az is jó hír, hogy a nemzeti költségvetésből finanszírozott támogatási összeg a rendszerváltás óta még ekkora mértékben nem növekedett, mint 14-ről 2015-re 47 milliárdról 78 milliárd forintra, tehát mintegy 30 milliárdos nagyságrenddel nőtt. Ez egyértelműen egyébként majd erről fogok beszélni, az állattenyésztési támogatásokat, azok bővülését jelenti. Gyakorlatilag minden regisztrált termelő, aki mezőgazdasággal foglalkozik, jogosult az alaptámogatásra. Feltétel az, hogy legalább 1 hektár szabsz területtel kell, hogy rendelkezzen az illető termelő. Ez az ültetvényekre is igaz, ott eddig 0,3 hektár volt az alsó határ. Az úgynevezett aktív gazda jogosult a közvetlen támogatásra, tehát mondom mezőgazdasági tevékenységet voltak. Ez itt a jelenlevők közül szerintem senkinek nem fog problémát okozni. Nincs a negatív listán, mert mondjuk nincs repülőtere vagy golfpályája, ami után agrártámogatást akar igénybe venni. Hát ezzel én tovább is mennék, mert szerintem ilyen probléma nincsen. És mondtam, hogy gyors leszek, még talán annyit emelnék ki, hogy 1 hektár a minimum, de a minimális parcella méret az 0,25 hektár kell, hogy legyen. Tehát, hogyha valakinek az 1 hektár minimum terület az több helyen van, akkor parcellánként a 0,25 hektárt el kell érni. Zöldítésről. Erről kollégám 2 óra hosszás előadásokat szokott tartani, csak erről a pontról most néhány percben megpróbálom a lényeget, azért nem adtam át nekik a szót, mert akkor itt lennénk reggelig. A közvetlen támogatási borítékunk egy nagyon komoly hányada, 30%-a kapcsolódik ehhez a jogcímhez, tehát érdemes komolyan venni. Egy általány támogatásról van szó, aki mondjuk ökológiai gazdálkodást folytat, azoknak automatikusan teljesülnek a zöldítés feltételei. Nagyon fontos szempont, hogy a kölcsönös megfeleltetésen túlmutató feltétel kell, hogy legyen ez a zöldítés. Itt talán általánosságban annyit mondanék, majd az elején kellett volna mondanom, hogy most azt mindenki természetesnek veszi, hogy a közös agrárpolitika, ez a támogatási rendszer, ez folytatódott 2013 után. Ez nem magától értetődő dolog volt, hiszen 2010-ben, amikor a bizottság kijött a javaslatokkal, akkor volt olyan opció, hogy nem fog folytatódni a közös agrárpolitika, nem kell a mezőgazdaságba meg a vidékre pénzt adni, majd a piac lerendezi ezeket a dolgokat. Nyilvánvaló, hogy ezt a véleményt a befizető tagállamok, tehát a közösbe, az uniós büdzsé közösébe befizető tagállamok képviselték, tehát a leggazdagabb országok, mondjuk a skandináv országok, Egyesült Királyság, Benelux államok, Ausztria és így tovább. Az volt az ára annak, idézőjelbe, hogy folytatódjon a közös, a számunkra, a Magyarország számára, a magyar mezőgazdaság és a magyar vidék számára nagyon kedvező közös agrárpolitika, hogy a környezetvédelmi és a fenntarthatósági szempontok azok hatványozottabban, erőteljesebben érvényesüljönek, mint 2007 és 2013 között. Na ezért került be a zöldítés, hát amikor szidjuk ezt a feltételrendszert, akkor mindig jusson eszünkbe, hogy többek között ez volt az ára annak, hogy annyi pénzt kaphassunk, amennyit kapunk. 3 feltétele van, diverzifikálás, állandó ugye fenntartása és ökológiai célterület, EFA területek. A diverzifikációnak a lényege, 10 hektár alatt egy növény, 10 és 30 hektár között legalább 2 növény meghatározott arányban, és 30 hektár fölött legalább 3 növényt kell termeszteni.
és akkor vannak ugye kivételek, meg magyarázó szövegek, hát ha valakinek érdekes, hogy a káposztafélék, burgonyafélék, kavakosoknál vannak speciális szabályok, őszi árpa, tavaszi árpa, az két növénynek számít. Egy zöldítési kézikönyvet elméletileg jelenlevők többsége kellett már, hogy kapjon. Azon kívül a jogszabály is megjelent, tehát mindig a jogszabály az első, a kézikönyv az csak segítséget jelent, de én úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan kézikönyvet megalkotnunk a kamarával együtt, ami konkrét segítséget jelent az egységes kérelem kitöltésénél, és rengeteg példa van benne. Ettől persze lehet még olyan életszerű probléma, amire esetleg a jogszabályalkotó nem gondolt, akkor pedig keressenek bennünket, és szívesen segítünk, hogyha valakinek valamilyen speciális feltétele van. Ez gyakorlatilag arra próbálunk törekedni már néhány éve, hogy a pályázatok minél egyszerűbbek legyenek, minél érthetőbbek legyenek mindenki számára, és ha lehet, ne nagyon kelljen pályázatírót alkalmazni. Attól függetlenül azért tudni kell, hogy a 14-20-as időszakban most egy teljesen új uniós támogatási rendszer indul, ami viszont bonyolultabb lett, mint a korábbi 7 évben volt, de hát ez az ára, ez volt az ára annak, hogy olyan új feltételrendszert kellett bevezetni, ami hát gyakorlatilag lehetővé tette azt, hogy tulajdonképpen a közös agrárpolitika az tovább tudjon folytatódni, magyarul a gazdák továbbra is kaphassák a támogatásokat, ennek Magyarország, a magyar gazdák egyébként haszonélvezői, tehát több támogatást kapnak, mint amit az országnak be kell fizetni. Mekkora területen gazdálkodóknak javasoltak ezek a pályázatok, és a pályázatoknak milyen intenzitása lesz? Hát most ugye kétfajta támogatást meg kell különböztetni. Az egyik a közvetlen támogatások. Itt van egy alsó határ, amely 1 hektár, tehát minimum 1 hektár úgymond területalapú támogatásra jogosító területnek kell lennie. A másik része a támogatásoknak a vidékfejlesztési támogatások, a második pilléres támogatások, ezek a jogcímek, amelyek itt fognak majd megjelenni, jelenleg is készülnek, hiszen a vidékfejlesztési programunk még Brüsszel által nincsen elfogadva. Különböző intenzitások lesznek egyébként várhatóan, 30-35-40%-os intenzitás is, és ezen belül is lesznek majd plusz támogatások például a fiatal gazdáknak. Fiatal gazda támogatásnak a feltételei 40 évnél fiatalabb legyen, és a gazdálkodását 5 éven belül kell, hogy létrehozza, vagy létrehozta. Ez azt jelenti, hogy az egységes kérelmet, hogy 5 éven belül adott-e be, vagy sem. Van egy területi felső határ, Magyarország esetében 90 hektár. Tehát az a fiatal gazda, aki 40 év alatti, és a gazdaságát 5 éven belül kezdte meg, vagy 2015-ben, és mondjuk 100 hektár szántója van, akkor is csak 90 hektárig tudja ezt a egyébként plusz támogatást, 67,5 euró hektáronkénti támogatásra igényt tartani. Nagyon fontos, hogy ez a jogcím maximum csak 5 évig nyújtható. Termeléshez kötött támogatások. Ennek az a lényege, hogy valamilyen tárgyévi teljesítményhez köti a támogatást a jogalkotó. Növénytermesztés esetében hektárhoz, állattenyésztés esetében darabszámhoz, állatlétszámhoz. Ez sajnos még a tejnél is így van, tehát a tejelőtehenészetnél. Tehát nem úgy van, mint eddig volt, hogy tejkilogramra vagy tejlitert kilogramra, de az majdnem megegyezett a literrel, adjuk a támogatást, hanem tehén létszámra. Ez attól függően, hogy hol milyen a tehén, a tejhozam, nyilvánvaló, hogyha faalagosra kivetítem, 1 liter 1 kilogramra, ez eltérő támogatottsági szintet jelent, ez Brüsszel talált, aki nem tudtunk rajta változtatni, mert maradt a darabszám. Eddig is volt termeléshez kötött támogatás 2007-2013 között, a közvetlen borítékunk 3,5%-a volt fizethető ezen a jogcímen, amit a különleges tejtámogatást tett ki gyakorlatilag. Most ez a boríték, tehát megemelkedett a lehetőség, a közvetlen borítékunk 13+2%-a fizethető ezen a jogcímen, azért plusz 2%, mert ez a plusz 2% ez címkézett, a fehérje növényekre, szemes és szálas fehérje növényekre először van ilyen jellegű támogatás.
és hát a 13%-ban a kérődzők vannak, gyakorlatilag a cukorrépa, mint úgymond veszélyeztetett növényünk, a rizs az eddig is benne volt, illetve a gyümölcs és a zöldség. Ami nagy fájdalmunk volt, az, hogy szerettük volna ide bepaszírozni a sertés, baromfi és a dohányágazatot is. Ez Brüsszel nem hagyta jóvá, illetve főleg a régi tagállamok ellenezték. Éppen ezért ezen ágazatok támogatására nem maradt más, mint a nemzeti költségvetés, majd arról fogok beszélni. És ez éves szinten mintegy 60 milliárd forintos támogatást jelent. A nagy mezőgazdasági múltra visszatekintő Dányban napjainkban is sokan élnek földművelésből, állattenyésztésből. Dány mindig is mezőgazdasági termeléssel foglalkozó település volt. Régen azért itt egy nagyon jó menő termelőszövetkezet volt, Dányhoz tartozott is a szegi földterület, a kókai földterület, egy közös tészünk volt, ugye ezek megszűntek, de azért még Dányban működik az agrárszövetkezet, aki a jelentős földterületi gazdálkodás mellett állattenyésztéssel is foglalkozik, a sasülő telepen tehintartással, fejős tehenek, tej értékesítéssel foglalkozik. A gazdák próbálnak továbbfejlődni Európai Uniós támogatásból. Az önkormányzat területet értékesített gazdák egy csoportjának. Magtárat építettek, mérlegházat, tehenészeti telepet ezen a területen, sőt ez a terület az úgynevezett olajos út melletti terület, az ilyen gazdáknak kiadott terület, és hát ott fejlődnek uniós támogatásból építenek, terveznek, jövőjük van nekik, köszönhető az uniós támogatásnak, meg a szorgalmas munkájuknak. Gazdák csoportokba tömörülnek általában, nagyon jó a kapcsolat a gazdák között, és szántóföldi növényeket termesztenek, kukorica, búza, napraforgó, repce, és egy, úgy gondolom, hogy jó kis gazdatársadalom van a településen. Gyakorlatilag ez a körzetre inkább az jellemző, hogy nagyon sokan bejárnak itt a környékbeli városokba dolgozni, tehát sok az ingázó, de azért mezőgazdasággal is sokan foglalkoznak, és ez több száz gazdálkodót jelent. Én úgy gondolom, hogy élni fognak azokkal a lehetőségekkel, amit ez az új támogatási rendszer biztosít, illetve hogy egészen biztosan tudjanak élni ezzel a lehetőséggel, többek között azért vagyok ma itt. Egyébként ahova hívnak, oda szívesen megyek ilyen és ehhez hasonló előadásokat tartani. Nem csak a választókörzetemben, hanem nekem az egész országban kell ez irányú információkat adni.